A megemlékezés kiállítás megnyitóval kezdődött. Mindvégig veletek voltunk, Lengyelek a Magyar Szabadságharcban címmel három magángyűjtő, Krámer Iván, Dobák Géza és dr. Herman Robert anyagainak felhasználásával. Mi szabadságunkért és a tietekért Zá Násai Vása Volnost, ez volt ráírva az egymás után alakuló lengyel légióknak a zászlajára. A Magyar Szabadságharcban nagyjából egy olyan 4-5 ezer lengyel vett részt, a pontos számot nem tudjuk. A külföldi segítőink közül a lengyelek játszották a legmeghatározóbb szerepet, mind a katonai súlyukat tekintve, mind pedig mondjuk a katonai vezetésben betöltött szerepüket tekintve. A lengyel légiók igen kiválóan harcoltak a szabadságharcban. A megnyitót követően dr. Herman Robert bemutatta legújabb könyvét, amely Görgei Artúr írásait foglalja össze. Az irodalmi műsorban ezúttal is a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, Kiskörösi Battai Szakgimnázium, a szakközépiskolája és kollégiuma diákjai elevenítették fel a 169 évvel ezelőtt történt eseményeket. Beszédet mondott dr. Pejak István történész. Lassan már valamennyien azt gondolom személyes ismerőseink lehetnek, és ez nagyon jó dolog, hogy Kiskörösön ez így van. Hogy ezeknek az embereknek nem csak nevük van, hanem van immár arcuk, van tevékenységük, van életpályájuk, és ismerünk szinte mindent róluk, amit 48-49-ig meg lehet róluk ismerni. Egy valamiről talán keveset szoktunk beszélni. Nem beszéltünk sohasem arról, hogy ezek az emberek 1848-49-ben, még a halál előtti pillanatokban is, de végig a másfél év során, milyen felelősségtudattal bírtak, és milyen felelősséget voltak kénytelenek vállalni, és milyen felelősségtudattal és felelősséggel lépték át a lét és a nem lét kapuját. Felelősséggel bírtak nagyon sok ember iránt, egy olyan korban, amely valóban a magyar polgári átalakulás korszaka. Amikor azok a katonák, akik ott harcoltak a zászlóaljaikban, volt jobbágyok, immár szabad parasztok, vagy értelmiségiek voltak, akiknek már voltak önálló gondolataik, és pontosan tudták, hogy mit és miért vállalnak. A megemlékezésen közreműködött dr. Tóth Ákos tárogatóművész. Végül a jelenlévők virágokat és mécseseket helyeztek el az aradi vértanúk emlékfalánál.